Közel 3 millió forintból cserélték ki a Móra Ferenc Általános Iskola tornatermének előregedett nyílászáróit. Sokáig az elmúlt ciklusban lebegett, hogy egyáltalán megmarad ez az iskola vagy nem, úgyhogy van most mit bőven bepótolnunk. A tornateremmel kezdtünk, mert ez volt a legégetőbb, beázott oldalról a régi ablakok miatt, ezért a tornaterem ablakait cseréltük ki, illetve hát ha már kicseréltük, akkor a tornateremet is kifestettük. Meg aztán így szépen mentünk tovább, az igazgatóasszony kérésére a lombírja is elkészült itt az aulában. A Kolplaszt, ahogy az eddigi elmúlt három évben is, idén is felújított három tantermet, illetve nagyon jó kis utcabútorokat, vagy ilyen iskola udvar bútorokat készítettek raklapból. Nagyon ötletesek, szerintem örülni fognak a gyerekek ennek is. Az iskolában egyébként a nyári szünetben egymást követték a munkálatok. Folytatódott a tantermek felújítása, az intézmény aulájába pedig új lambéria került. Valóban ráfért, nagyon régi az épületünk, tehát tavaly volt 60 éves, 60 éves elmúltunk. Tavaly ünnepeltük a születésnapot, és az ablakcsere valóban indokolt volt, és a festés is. Úgy tudom, hogy jövőre majd a parkettát is rendbe teszi az önkormányzat, illetve lambéria felületet is kap majd a fal, tehát indokolt, mert nagyon hamar elkoszolódik, tehát az órákon. Nem szándékosan nyilván, de véletlenül is. A Koloplaszt most asztalokat és padokat készített a gyerekeknek. Önkéntes munka keretében szombati napokon, illetve délutánonként jöttek a dolgozók, illetve a vezetőséggel együtt, és tették a dolgukat, végezték a feladataikat, és nagyon különleges színes padok, asztalok készültek az udvarunk mindkét részén, illetve a folyosókon. Is. Az alpolgármester beszélt a többi intézmény felújítás jelenlegi állásáról is. Haladunk, drukkolunk, hogy iskolakezdésre, óvodakezdésre mindenütt elkészüljenek. Úgy tűnik, hogy most rendben is leszünk. Az esetleg elképzelhető, hogy kívül, ami már nem zavarja a gyerekeket, a tetőn vagy a homlokzaton fognak még dolgozni, egy-két iskolában, egy-két óvodában, de hát én nem emlékszem arra, hogy az elmúlt 10 évben lett volna ennyi felújítása az intézményeinkben. Nagyon jól vizsgáztak a kivitelezők, mert határidőre jó minőségben elkészítették a munkát. Köszönöm.